A gyanú szerint egy fekete maszkot viselő férfi jelent meg Jászberény külterületi ingatlanjánál, majd lekapcsolta a lakóház villanyóráját, és az ajtót berúgva ment be a világítás nélkül maradt épületben. Az áram nélkül maradt házba, mindkét kezében késsel hadonászva, az ágyon fekvő sértettekhez lépett, majd megöléssel fenyegette őket. Távozásakor az ingatlanban található televíziót földhöz vágta, majd a beltéri egységet és annak távirányítóját eltulajdonítva távozott a helyszínről. A rendőrök szemlét tartottak, tanúkat hallgattak ki, adatot gyűjtöttek, melynek eredményeképpen látókörükbe került a bűncselekmény feltételezett elkövetője, akit azonban lakóhelyén nem találtak, ezért ellene elfogató parancsot adtak ki. Ennek alapján a férfit 2023. október 21-én fogták el és állították elő Jászberényi rendőrkapitányságra. A rendőrök a 30 éves jászberényi férfit rablás büntet miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Az ügyészség előterjesztése alapján a nyomozási bíró 30 napra rendelte el a gyanúsított letartóztatását.